Huba Imre Csabával, a kacagi nagykony gazdakör elnökével beszélgettünk itt a Huszár találkozóhoz kapcsolódó pásztor találkozóhoz. Itt mögöttünk érkeznek a pásztorok, és mindenki nagyon örül, hogy el tudott jönni. Itt a búza előtt állunk, hiszen a mai nap egy búza szenteléssel is kezdődik. Mit kell tudni a búza szentelésről? Honnan ered ez a hagyomány? Ez a búza szentelés a magyarság, hát a hagyományok szerint mindenképpen ragaszkodunk ahhoz, hogy a ősidőket is felidézzük. A mai találkozó része a búzaszentelés, de része a pásztor találkozó, része a hagyományoknak megfelelően a birkapörfőzés, a régi tanyasi életnek megfelelően a jússoskása főzése, a toroskáposzta főzése, tehát gyakorlatilag, amit a régi őseink annak idején különböző évszakokban főztek, élelmiszerként felhasználtak, azokat bemutatjuk, és a vendégeinket kóstoltatjuk ezekből az ételekből, azért, hogy a múlt, jelen és a jövő összhangjába tudjuk bemutatni a térségünket, a hagyományainkat, és a jövőnek az alapjait így tudjuk bemutatni a fiatalok számára is. Ennek megfelelően lesz egy fiataloknak egy ilyen fiatal totó, ahol kérdéseket teszünk fel a hagyományoknak megfelelően, és a díjazottakat pedig értékelni fogjuk. Itt azért láthatjuk, hogy a pásztorok azért nem éppen a legfiatalabb nemzedékhez tartoznak, vannak itt köztük örökös pásztorok is. Igen, hát örökös pásztorok az annak idején a Hortobágyról indult, a Rózsa Péter gazdatársam kezdeményezésére, és az örökös pásztorok mindig tartják, minden esztendőben összejönnek, akár több alkalommal is, mint úgy most itt nálunk is, azért, hogy elmondják a régi pásztor életnek a élményeit, annak a szokásait, annak a gazdasági kihatását, ami tanulságos számunkra, de a mai világban is a pásztorló rendeltetés egyre jobban előtérbe kerül, hiszen a juhászat, a szarvasmarha tenyésztés az mindig nagy területtel bírt, nagy értéke volt, és tulajdonképpen a növénytermesztés, állattenyésztés összhangját, a térségnek megfelelő legelőgazdálkodás, meg megfelelően egy példamutató eredményt jelent számunkra, illetve annak hasznosságát, a többlábon állást, a jószágkedvelés, a jószágszeretetet és a gazdasági hasznát egyúttal jelenti. Gyerekek körében is, de azt gondolom a gazdatársak körében is biztos, hogy népszerű lesz a juhokból szállított fajta kiállítás is. Igen, van egy fajta bemutató, és a Kárpát-medencében fellehető minden juhfajtát, az őshonos juhokat, illetve a modernebb állatokat, állatfajokat is bemutatjuk, azért, hogy lássák a fiatalok, a gyermekek azt, hogy tulajdonképpen milyen gazdag világ ez a mi világunk, annak ellenére, hogy első ránézésre nem láttanak ezek a dolgok, de hogyha ezeket mi bemutatjuk, rájönhetjük a figyelmet, felkeltjük az érdeklődést, akkor egyre jobban számíthatunk arra, hogy mindenki, aki érintett benne, illetve akit érdekel, az megkaphatja azokat az információkat a múltról, a jelenről, meg a jövőről. A pásztor találkozó hamarosan kezdődik, Béres Mihályné Piroskanivel beszélgetünk, mint örökös pásztorral. Itt nagyon meghatódott, hiszen megérkeztek a pásztortársak. Jó érzés ma itt találkozni velük? Nagyon. Most nem fáj semmi. Igen, az életem, hogy ebbe zajlott, az övéké. Úgy szintén boldog vagyok ilyenkor. Áldja meg! És mit jelent az örökös cím? Ez nem mindenkinek adatik meg, ki érdemelheti ezt ki? Az örökös cím? Hát aki ebbe az életformába beleszületik, mint jó magam is, aztán benne él. Ahogy felcseperedik, abban a munkás közegben él, amit a jutartás képvisel. Tehát elődeim több száz évre visszamenőleg, úgy apai, mint anyai ágban mindenki juhtenyésztéssel, juhászattal foglalkozott. Én már, amikor 14 éves lettem, befejeztem a 8 általánost, akkor édesapám évnyitó előtt elbeszélgetett velem, mivel a technikumban voltam jelentkezve, ott akartam tovább tanulni, a mezőgazdasági technikumba, és akkor édesapám azt mondja egyik nap, hogy kisjányom, ülj csak le oda. Jaj, mit nem csináltam jól, édesapám? Ez az, kisjányom, hogy mindig mindent jól csinálsz, erről szeretnék veled elbeszélgetni.
És akkor mondta nekem, hogy jól meggondoltad azt a tovább tanulást. Szeretnék menni, de miért kérdezi édesapám? Azért, kislányom, mert a juhászatból, a jutenyésztésből neked már nem egy érettségi, hanem egy diploma van a kezedbe. Én akkor még azt sem tudtam, mit jelent az a szó, hogy diploma, de elmagyarázta. Ha most te 4 évre beülsz az iskolapadba, csak a könyvekkel foglalkozva szinte, a gyakorlatod hanyatlik, ami a lényeges. És ha most nem azt végzett tovább, akkor kiesel abból a gyönyörű gyakorlatból, ami már neked megvan. És akkor úgy egy belső erő majszíjjel feszített, és én elgondolkoztam, hogy édesapám ilyen nagyra becsüli az én hozzáállásom. Tehát 14 éves, nem a mai 14 éves gyerek volt abban az időben, és akkor nekem feltűnő volt, hogy olyan gyereklány létemre édesapám ilyen magas lécet mondott én nekem. És akkor szinte beszélni se tudtam volna attól a gyönyörűségtől, amit édesapám minősített velem szembe. És utána jöttek a több évtizedes munkás évek, most pedig a sok-sok olyan találkozó, mint a mai. Én azt kívánom Piroska nénének, hogy találkozzon és beszélgessen itt a pásztortársakkal. Szépen, tehát nekem ez egy erőt adó, egészséget adó. Ha addig tudok mozogni, akkor is mindig azt az életet, annak az életnek minden napját látom magam előtt, hogy mennyire nehéz munka volt a mindennapok teljesítése, de mindig az adta az élet erőt, bármi betegség vagy bármi jött, az adta nekem az életerőt, amiben élhettem tovább, és a mindennapokban mindig tovább tudtam lépni. Olyan gyönyörű életmód a természetbe élni, állatokkal, állatokat gondozni, a juhokat, mindig az a mondás jutott eszembe, hogy a boldogságot nekem az jelenti, hogy az Isten bárányát őrizhetem. Hiszen mondjuk nem voltam templomba járó, de a vallásomat mindig tiszteletbe tartottam. Nekem lényeges volt. Templomba járó foglalkozásunknál fogva is nem tudtunk volna lenni, de az a tisztelet mindig ott volt előttem, hogy az Isten báránya. És az, amikor megszületett, ne adj Isten a kezem segítségével egy-egy kis bárány, mert az még nagyobb öröm volt.